Mi látogattam az itt, aminek az volt a címe, hogy mi a fenét tudunk mi. Oké, tehát egyszerűen 8 nemzetközi tudós van ebben a filmben. Ez mind onnan kezdődött, amikor megláttuk ezt a filmet. Mi a fenét tudunk mi? Mi a Világ Kabbala Akadémia tagjai vagyunk, melyet Michael Lightman vezet. Amikor láttuk ezt a filmet, akkor meglepődtünk, hogy milyen közel került a modern tudományához, hogy igazolja az univerzum kabbalisztikus nézőpontját. A tudósok, akik kvantumfizikával foglalkoznak, felfedezték önmaguktól a dolognak a mélységét, amit a kabbalisták körülbelül 3000 évvel ezelőtt írtak le. Mi úgy döntöttünk, hogy megyünk, hogy találkozzunk velük. Tehát ők egy nagyon jó példát mondanak. Azt mondják, hogy képzeljük el, hogy egy indián Dél-Amerikában ott áll a tengerparton, és az óceánt nézi, és elkezdenek a Kolumbusz hajói érkezni, de ő nem látja a hajókat. Miért nem látja ezeket a hajókat? Mivel nem rendelkezik az értelmében egy modellel, egy korábbi tapasztalattal, hogy létezik egy nagy hajó, mely a tengeren lebeg. Az igazság az, hogy a kvantumfizikusoknak nincs igazuk, mert maga a hajó sem létezik, az is csak annak a elképzelésében létezik, aki ezt elképzeli. Ez a világ egyáltalán nem létezik. Mit akarok ezzel mondani? Egy, mit kezdjünk ezzel a példával? De a példa önmagában jó, hogyha nem rendelkezünk a felfogó edényekkel, akkor nem vagyunk képesek semmit felismerni kívülről. Hogyan építhetek egy edényt magamon belül? Hogyha nem tudom, hogy mi az, ami kívül van, hogyan tudok akkor az megfelelő edényt építeni? Szükségem van arra, hogy valaki mesél nekem erről, elmondja nekem. Nincs más módja ennek. Ezért van az, hogy a kabbalista bölcsek könyveket írnak számunkra. És akkor ezeknek a könyveknek az alapján mi elkezdjük elképzelni, hogy mi az, ami rajtan kívül létezhet. És akkor ebből az elképzelésből lassanként elkezdünk mintákat építeni, formákat építeni az értelmünkben. És akkor nyilvánvalóan eleinte ezek nem helyesek, ezek hibásak, de lassanként azáltal, hogy sóvárgunk, vágyunk arra, magunkra vonunk egy fényt, amely egyre pontosabb képeket, formákat épít bennünk ahhoz, ami valójában létezik. És akkor elkezdjük elérni ezt a pontot, amikor már valóban elkezdünk látni. A fény az edényen belül van. Képzeljük el, hogy egy ősember például itt és most megjelenne a világba, ide pottyanna az ősi időkben, mint hogy ezt a mozikban néha látjuk. Tehát ő ebben a világban van, és körbe-körbe járkál, és körbe-körbe néz, de valójában nem lát semmit, nem képes látni semmit. Tehát például ez az indián képes lenne most csak itt átsétálni a falon? Persze, hogy képes lenne átsétálni a falon, hiszen neki nincsen érzéke, hogy létezik egy fal, és ez a fal nem létezik számára. Számára nincsen anyag, nincsen semmilyen forma, mely az anyagba öltözött. Tehát számára nincs fal, képes lehet átsétálni. Ennyire egyszerű. Hogyha mi csak egy kicsit visszalépünk attól, ahogy általában nézzük a világot, akkor eljutunk egy valódi ponthoz, amit a kabbalisták mesélnek nekünk. Egyelőre nagyon furcsának tűnik ez nekünk. De ezek a tudósok, akik tanulmányozzák a kvantumfizikát, miért jutottak ehhez a felismeréshez? Azon a legmélyebb szubnukleáris szintjén a valóságnak te és én valójában egyek vagyunk. Azért, mivel beléptek egy olyan világba, amelynek furcsa szabályai vannak ebben a kvantumfizikában. Hirtelen egy dolog lehet két helyen egyszerre, egy időben. Vagy a tér és az idő és a mozgás, az lehet más formában. És ők jönnek, és eljutottak ugyanez a gondolathoz, hogy minden a megfigyelőn múlik, minden azon múlik, aki megfigyel. Ennél fogva, vajon mi átmegyünk-e a falon, vagy nem megyünk át a falon, ez csak is az én szempontomból létezik, de önmagában nem létezik. És akkor mi az, ami felém van, az ugyancsak az én edényemnek megfelelően történik, az egyénemtől függ, a felfogó edényemtől, érzékszerveimtől. Csak is ebben a világban születtünk 5 érzékszervel, és mi egyik generációról a másikra fejlődünk. Tehát amikor egy gyerek megszületik, akkor ő azonnal elkezd fejlődni egy olyan módon,
hogy ő egy bizonyos környezetben születik, már egy bizonyos környezetben nő föl, egy olyan világban, amely együtt nő vele. A gyerek az, aki magába szívja a világot, és akkor ez egy tényé válik számára. Minden más, a formák, az teljesen anyagtalan, de ő az, aki ezeknek jelentést ad az öt érzékszervén keresztül. Mindez az öt érzékszerv, ez a módja annak, ahogy mi felismerünk dolgokat, és mi újra produkáljuk ezeket a dolgoknak, amelyeknek alapján, annak alapján, hogy ezek az érzékszervek készítik. Képesek vagyunk elérni a kabala bölcsességét a kvantumfizikán keresztül? Nem. Egyébként Abraham a kvantumfizikával foglalkozott volna először. Ők szeretetről beszélnek, hogy egyetlen világban vagyunk, mivel érzik a mozgást efele a forma fele. De hogyan tudjuk ezt a gyakorlatba helyezni? Hogyan tudjuk ezt végrehajtani? A kvantumfizika nem képes ezt megválaszolni, mivel ez a felső erő. Azok, akik valóban érezzük belülről, hogy mi történik ezen a szívben található ponton keresztül, a vágyat, hogy vissza akarunk érkezni a spiritualitáshoz, és érezzük, akkor elkezdünk tanulni a helyzetünkről felül, a felső világban, és ez a kabala bölcsete. Tehát mi megtanuljuk, hogy hogyan létezünk ott felül, amikor valójában mi már most abban az állapotban vagyunk, csak tudattalanok vagyunk, nem érezzük ezt az állapotot, de azáltal, hogy akarjuk ezt, hogy azáltal, hogy vissza akarunk térni, hogy a leblokkolt állapotunkból fel akarjuk ébreszteni magunkat, hogy érezhessük a valódi állapotunkat, hogyha tanulunk a valódi helyzetünkről, akkor magunkra vonzunk, magunkra veszünk, mint hogyha ezt a fényt, vagy ezt az állapotot, amelyben ott vagyunk, magunkra vonzanánk, mivel én már most abban a világban létezem, csak egyelőre nem vagyok tudatában annak, de hogyha megteszek minden erőfeszítést, hogy tudatossá váljak ebben, hogy visszatérjek oda, hogy felébredjek ebben az állapotban, hogy tudatosan ott legyek, a vágyamon keresztül, az impulzusodon keresztül, az megnyitja a plusz edényeimet, és akkor képesek leszünk érezni a spiritualitást. Mit jelent ez? Elkezdjük érezni, hogy mi mennyire össze vagyunk kapcsolódva egyetlen lényi, egyetlen testi, egyetlen szervezetté, és akkor minden egyes sejten keresztül egy végtelen fény folyik keresztül, végtelen mindenféle korlátozáson keresztül. Az összes probléma, amit érzünk ma a világban, az csak is azért van, hogy kényszerítse az emberiséget, hogy elkezdjünk visszaemelkedni a valódi eredeti állapotunkba. Tudjátok, én fizikát tanulok, és tudok valamit erről a technológiáról, de a kabala, mint tudomány, az valami, ami soha nem érdekelt. Nem érdekel, hogy mit csináltok, de van valami erről a gondolkodási módról, erről a látásmódról, amely képes mindent javítani. És nem érdekel, hogy te zsidó vagy, vagy muszlim vagy, vagy vallástalan vagy. Engem nem érdekel, hogy ki vagy, hol van, nem érdekel, hogy mi nemzetiséged vagy, nem érdekel, hogy milyen valóshoz tartozol. A kabala segíthet minket abban, hogy felszabadítsuk az értelmünket bármilyen láncolattól, bilincstől, gondolattól, amely megtart minket ebben a zsugorított, beszorított gondolkodási módban. Hogyha ezek a szavak most felébresztenek téged, akkor tudod. Ha nem ébresztenek fel titeket ezek a szavak, akkor azt javaslom nektek, hogy ti valószínűleg elaludtatok korábban. Köszönöm. Valóban a kabala az nagyon sok mindent van mit adni az emberiségnek. Én nem hallok semmit, nem látok semmit, de érzek. Léteznek ezek a háromdimenziós képek, mint a falon levő képek, hogyha ránéjük nézünk, és egy kicsit defókuszálunk a felületről, és behatolunk a képbe, akkor belül találunk egy háromdimenziós képet. Igen, amikor ránézünk, akkor kezdetben csak egy ilyen random, formátlan formának tűnik, de utána elkezdünk látni egy ilyen lapos háromdimenziós képet. Igen, valahogy így. Valahogy így, mondja Raf. Tehát valójában, amit a kabala tudománya csinál, az, hogy segít minket abban, hogy megkapjuk ezt a képet. A kabala semmi újat nem csinál valójában, csak segít minket abban, hogy átfokuszáljon minket, áthangolja minket, segíti a tulajdonságunkat egy olyan módon, hogy elkezdjünk betekinteni az anyagba, az anyag mögé, az erők világába.